Tisztelettel köszöntöm kedves közönségünket, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóiratának második száma bemutatója alkalmából, amely tulajdonképpen a kárpátaljai beregszászi együtt folyóirat budapesti élő száma lesz. Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem körünkbe azokat a szerkesztőket, költőket, írókat, akik ennek az együtt folyóiratnak a szerkesztőbizottságát, egyben alkotóit, neves alkotóit is képezi. Mindenek előtt tisztelettel köszöntöm Vári Fábián László, József Attila díjas költőt, az együtt folyóirat jelenlegi főszerkesztőjét, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm Nagy Zoltán Mihály, József Attila díjas prózaíró. Ő az Együtt folyóirat új sorozatának alapító főszerkesztője, az elindulás hét esztendejét ő vezényelte le. És nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Dubka György történészt, aki éppen a doktori diplomája átvételéről érkezett ide, és aki úgyis, mint prózaíró, költő, de úgyis, mint történész, rendkívül fontos szerepet tölt be Kárpátalja kulturális életében. A Málenki robot és a gulág történetét szinte egyetlenként kutatja, és azok a lehetőségek, amelyek ott Kárpátalján ennek a témának a földolgozását igénylik és várják, azok az ő felelős vállán nyugosznak, és ebből már számos tanulmány kötet született, örömmel olvashatjuk, hát örömmel úgy érte, hogy annak az örömével, hogy ezek az eddig oly mértékben elhallgatott fájdalmas események végre a megérdemelt történészi figyelmet megkapják elsősorban Dubka György munkássága segítségével. Köszönöm, hogy eljöttek, és bízom benne, hogy érdemes volt eljönni, egy nagyon tartalmas, szép estének lehetünk majd a részesei. Kedves barátaim, tisztelt jelenlévők! Az Együtt című folyóirat bemutatkozására jöttek, és köszönjük, hogy eljöttek. A vetítővásznon annak az együtt, ős együtt példánynak a borítóját látjuk, amelyik valamikor 1966-ban indult, és itt viszont egy 67-es számot látunk, egy 67-es évfolyamot, annak is a harmadik számát. Úgy képzeljék el, hogy valamikor ez a folyóirat az Ungvári Egyetem diákjainak a közreműködésével, a tevékeny közreműködésével készült, úgy, hogy maguk készítették elő a papírt, maguk gépelték mechanikus írógéppel a szövegeket, sokszorosították, bekötötték és terjesztették körülbelül 30-35 példányban. Ennyit tudunk róla. Viszont akik valamikor létrehozták, azok végképp beírták a nevüket a kárpátaljai magyar irodalom történetébe, és hát nem egy név, azt hiszem, hogy az egyetemes magyar irodalom történetnek is szerves része lett azóta. Nemrég egy kisebb tanulmányt írtam az együtt történetéről, az együtt keletkezéséről, és néhány dolgot, néhány szerzőt szeretnék idézni azok közül, akik foglalkoztak a kárpátaljai magyar irodalom történetével. Ezen belül az Együtt című folyóirat és a Forrás Stúdió történetével. Engedjék meg, hogy ebből idézek néhány gondolatot. Pál György, aki a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanára volt, egy kisebbszerű monográfiát írt az 1980-as években a kárpátaljai magyar irodalomról, és ebben a monográfiában a következőket írja. Lényegében az 1960-as évek közepére fejeződik be a kárpátaljai magyar irodalom kibontakozásának mintegy másfél évtizedes korszaka. Ez az irodalom ekkortájt lépett ki a szűkebb, lokális, közösségi keretek közül, bizonyosságot adva arról, hogy Kárpátalján egy területileg önálló, újabb
nemzetiségi magyar irodalom született. Ezzel kapcsolatban elmondja, illetve hozzáteszi, hogy döntő kérdés, hogy ez az irodalom, az objektív világ, a társadalmi közösségi folyamatok ábrázolásán túl kifejezheti-e az egyéniség, a lélek megrendültebb állapotát, a létezéssel kapcsolatos kételjeit, az emberlét egyéni, közösségi, nemzeti megrázkódtatásait, avagy megmarad a provinciális, sematikus, színezetű hurrá optimizmus bűvöletében. Ezekre a kérdésekre fejezi be a gondolatmenetet először egy többségükben egyetemi hallgatókból álló fiatal költőgárda, és itt neveket sorol Balla Gyula, Balla Teréz, Benedek András, Fábián László, Fodor Géza, Zselicki József. Néhány idősebb író közreműködésével adott korszerű választ, akik kezdetben az Együtt 1965-öt jelöli meg az indulás időpontjaként, című kéziratos diáklapban jelenkeztek. Az 1965-ös esztendő, mint a keletkezés, az első megjelenés dátuma nem biztos, nem pontos. Azért nem pontos, mert olyan példányai ennek az ősegyüttnek nem kerültek a szemünk elé, amely 1965-ös keltezésű lenne, viszont 1966-os és 67-es kiadású példányok gyakrabban fordulnak már elő. Az itt látható borítóval egy példány a mi tulajdonunkban is van, egy másik pedig Beregszászban Penckófer János irodalomtörténész könyvtárában található meg. A többiek itt vannak Budapesten, azonban egyelőre hozzáférhetetlenek a közönség számára. Maga S. Benedek András, aki az Együtt alapító főszerkesztője volt, és másod vagy harmadéves magyar szakos hallgatók voltak az Ungvár Egyetemen azok a fiatalok, akik az Együttet létrehozták, a következőt írja. Azokról a fiatalokról, akik az Együttben szerepeltek, ezt mondja. Ők azok, akik Beregszászon vagy éppen Csapon már kijárták az önképzőkörök monoton imaóráit, és az egyetemre kerülve már nem óhajtották folytatni ugyanezt. Ezért vált élővé 1965-ben a Magyar Tanszék irodalmi köre, és ezt kényszerítette ki a gondolatok, vélemények, próbálkozások írásos rögzítését, az Együttet. De nézzük, hogy kikről is beszél a szerző. Stumpf, később Benedek, végül S. Benedek, András, Balla, Gyula, Györke, László, Punykó, Mária, egyelőre négyen az Ungvár Egyetem magyar szakos hallgatói, akik középiskolás koruk óta írnak verseket, novellát, kisprózát, hely- és kultúrtörténeti cikkeket. Feltételezhetően ők a tanszék irodalmi körének legaktívabb tagjai, akik tanári, tanszékvezetői jóváhagyással hamarosan létrehozzák az Együtt című, mechanikus írógépen sokszorosított 35-40 oldal terjedelmű, aprólékos kézi munkával füzetszerűvé formált, linómetszetekkel feldobott folyóiratokat. A lap születése körül én magam még nem bábáskodhattam, nem vettem részt sem a szerkesztésben, sem a szerzői között nem szerepelhettem, koromnál fogva elsősorban, hiszen csak 1968-ban lettem az Ungvári Nemzeti Egyetem, ma Ungvári Nemzeti, akkor Állami Egyetem hallgatója, de akkor 1968-ban már nem létezett a lap. 1967-ben az egyetem pártvezetése betiltotta. S. Benedek András a következőt írja. 1966 őszén az Ungvár melletti Szürte kolhozában a betakarítási munkákat segítő diákok az esti beszélgetések során fogalmazták meg egy kéziratos irodalmi folyóirat kiadásának tervét. Ezt mondja az indulásról. Majd azt mondja, hogy a lap másfél év folyama,
az egyszerű publikációs lehetőségeknél sokkal többet jelentett. Rövid időn belül tudatosította az egységes irodalmi élet kialakításának igényét és szükségszerűségét. Sokan a hiányzó területi irodalmi fórumot is már-már a labban látták megvalósulni. Hadd tegyem hozzá a gondolathoz, hogy 1968-ban a Kárpáti Igazszó című napilap publicistája, Márkus Csaba, írt az együttről, és miután a labban alaposan bemutatta, azt a véleményét fogalmazza meg, hogy a lap színvonalát tekintve, a lap írásai színvonalukat tekintve, akár egy önálló irodalmi folyóirat oldalain is olvashatók lehetnének. Tehát időszerű lenne a 35-40 példányban megjelenő lapot a szélesebb olvasóközönség kezébe is eljuttatni. Ám ekkor, és Benedek András azt mondja, az együtt szerzői arra kaptak utasítást, hogy Kovács Vilmos regényét, a Holnap is élünket ítéljék el a labban. Fogalmazzanak meg elítélő véleményt a könyvről, a Holnap is élünkről, amelyet a korabeli magyar irodalomkritika egyértelműen a kárpátaljai magyar sorsközösség, magyar közösség regényeként tartott számon, a kárpátai magyar kisebbség regényeként, és mivel ők ezt megtagadták, ekkor döntötte el az Ungvári Egyetem pártbizottsága, hogy ezt a diáklapot megszünteti. Tehát 1968-ban én már példányokat is alig láthattam, és hát természetesen így módon szerkesztői között, szerzői között sem jelenhettem meg. Később, 1967-ben az együtt szerzői bázisának a kibővítésével létrejött a kárpátaljai magyar fiatal alkotók, magyar fiatal írók, József Attila, Forrás Irodalmi Stúdiója, és ez sem volt hosszú életű, akik kicsit is jártasak a kárpátaljai magyar irodalom történetében tudják, hogy 1971-ben egy viszonylag durva ideológiai támadás érte magát ezt a közösséget, és így a lapot és a társaságot is beszüntették. Ez egy olyan felvétel, amelyiken S. Benedek Andrást látjuk, középen Kis Ferencet, és a másik szélen pedig Kovács Vilmost, néhai Kovács Vilmost. Hát most már mind a hárman néhaiak, sajnálattal. Következőt kérem. Ő Fodor Géza, a Forrás Stúdió egykori igen markáns szerzője, egy sajátos hangú poéta, aki sajnos manapság már nem ír, elhallgatott. Ő Balla Gyula, az együtt alapítói között találjuk őt is, és hát különleges és fiatalos hangú, és szép lírai verseivel, azt hiszem az akkori olvasóközönség egyik kedvence volt. Ez pedig én lennék a hadsereg után. Tovább kérem, ez egy meghívó, amelyet a Kárpát Igazszó szerkesztőitől kaptunk, miután a Forrás Stúdiót feloszlatták, egy új közösség létrehozására szólít. Tovább kérem. Hát ez egy olyan felvétel, amely azt támasztja alá, hogy a Forrás Stúdió szerzői tagjai sokat kirándultak a Kárpátokban, és hát ezeknek a kirándulásoknak azért komolyabb célja is voltak. Na, ez az a levél, amelyben visszaküldik a szerzőknek a kéziratot. Tovább kérem. Egy nagyobb társaság, a Forrás Stúdió tagjai, egykori tagjai, S. Benedek Andrást engem ismernek, Zselicki József van bal szélen, illetve jobb szélen, hogyha nézik, Cébely Lajos az alsó sorban, középütt a Magyar Tanszék egyik nyelvész professzora, néhai Zékány Imre, és Herceg Ákos, aki csoportársunk volt, és hát oda csapódott ő is néha a Forrás Stúdióhoz magához a következő képet. Hát ez egy korai, igen korai író-olvasó találkozó a Csapi középiskolában. S. Benedek András, Zselicki József, Csirpák Emil, az ottani iskola magyar tanára, és megint csak én vagyok a jobb szélen. S. Benedek András arcképét látjuk, aki az együttnek alapító főszerkesztője volt, és hát a Forrás Stúdiónak is a vezetője. Tovább. Egy újabb csoport,
az Ungvár Egyetem magyar szakos diákjai, de többnyire forrástagok, és közöttünk van, ott van Tóth István is, aki a teremben most is jelen van, azt hiszem, kevesen ismernék fel. Mellettem a profilból készült arc. Az együtt, amelyről beszéltem, 2002-ben újraindult. Kárpátaljai Magyarság irodalmi fórum nélkül maradt, és hármunk előtt nem volt kétség, hogy mi legyen a címe az alapítandó folyóiratnak. Szerintünk az csak az együtt lehetett. Átadom a szót Nagy Zoltán Mihálynak, aki a 2002-ben újrainduló együtt első főszerkesztője volt. Hadd beszéljen ő alap újraindításáról és felíveléséről. Köszönöm szépen a szót, jó estét kívánok! Hát a Laci szavaiból már kiderült, hogy a szovjet időszakban Kárpátalján művelt magyar irodalomnak nem volt saját folyóirata. Nem lehetett azért, mert a szólásszabadságtól úgy általában, de különösen az írott szó szabadságától rettegő hatalom hát haragosan lesöpört minden beadványt, amely lapalapítás engedélyezését indokolta, kérte, sürgette. Több mint 40 évig kellett várni ahhoz, hogy megtörjön ez a jég. 1989-ben az ott is, az Unióban is bekövetkezett nagy társadalmi változások időszakában, amikor ugye a megrodjanni, összerodjanni készülő birodalom fő-fő korifusai vezetői, a reszkető kezűek tanácsa, a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy az olyan peremvidékek gondjaira, problémáira figyelje, mint amilyen Kárpátalja volt. Ebben az időszakban Baladé Károly immár a hivatalos engedélyezeti eljárást mellőzve folyóiratot alapított 6. SIP címmel. A 6. SIP, ez a cím, az alapítója jóvoltából szándéka szerint az I.S. Gyula által megfogalmazott ötágú SIP-ot kívánta úgymond kiegészíteni azzal, hogy jelezte, hogy Kárpátalján is van magyar irodalom. Jelezte, mondom, mert akkor még Balladé nem vitatta a kárpátai magyar irodalom létét. Most már igen. Na, ez más kérdés. Na most ez a folyóiratocska, ez a kis méretű, szintén, de füzetkapcsokkal összefogott fórumocska, kezdettől fogva magán viselte az alapítója egészen különleges ízlésvilágának a jegyeit, a lenyomatát. Tehát csak az jelenhetett benne meg, az esztétikai minőségtől függetlenül, ez az a folyóirat, ez az első száma, amely az ő ízlésének megfelelt, illetve tűrés határon belül volt. Egyébként lehetett bármilyen jó az írás, hogyha az ő meggyőződése irodalmi felfogásától különbözött, akkor az abban nem jelenhetett meg. De ettől függetlenül azt kell mondanunk, mert akkor járunk közelebb az igazsághoz, hogy mégiscsak ennek ellenére egy évtizeden át több-kevesebb sikerrel betöltötte a szerepét, tehát fórumot adott egyáltalán, egy létező fórumot adott a Kárpátalján élő alkotóknak. Az már egy más kérdés, hogy az ezredforduló táján, 99-ben azt hiszem, utolérte sorsa, szerkesztőségi belső torzsalkodás következtében a lap először egy másik főszerkesztő gondjaira bizatott, aztán végül megszűnt. Szintén megszűnt, sőt, illetve a papíralapú formátját feladva felköltözött a világhálóra az 1993-ban ugyancsak Baladé által alapított kulturális folyóirat, a Pánsip, és ahogy felkerült a világhálóra, az ottani olvasók és sőt szerzők egy csoportja számára azonnal elérhetetlenné vált, mivel Kárpátalján akkor még az internetezési lehetőség bizony elég szükös volt. Mindehez járul még az a körülmény, hogy
az akkor még egyetlen kárpátaljai magyar napilap, a Kárpát igaz szó, általunk is megszokott és használt, publikációs térként használt irodalmi mellékletei már a 80-as évek végénre elsorvadtak, elhaltak. Tehát lényegében a kárpátai alkotó értelmiség, írók, költők fórum nélkül maradtak ismét. Most ez a helyzet, ilyen körülmények, de mondhatom azt is, hogy a vidék magyarsága által igenis igényelt írott szó, igényelt írott szó hiánya is arra ösztönözte az akkor már létező írócsoportot, a Magyar Írószövetség Kárpát írócsoportját egy új irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat alapítására. Na most hadd legyek egy kicsit szerénytelen, mert az erre irányuló, folyóirat alapításra irányuló konkrét kezdeményezés csekélységemtől eredt el. Én kerestem meg vele Dubka Györgyöt, a Magyar Értelmisége Kárpátai Közösségének elnökét és az Ungvár Intermis kiadó igazgatóját, hogy kellene egy ilyen. De én se voltam a legeslegelső, aki pedzegette ezt a témát, mert tudtommal, és Dubka György mondta nekem, hogy Tárci Andor is említette korábban, de ő csak úgy futólag és félittasan. Na mindegy, én komoly, halálos komolyan gondoltam, és lőn. A körlevélben megkérdeztem az ottani pályatársaimat, több tucatnyi szerzőt, akik örömmel támogatták a folyóirat alapítást, két megveszekedett ellenérdekelt kivételével. Ez a kettő egyike volt Balladi Károly, a másik az apja, Balla László író. Ők mindvégig ellenérdekeltjei voltak az együttnek. Sőt, abban az időben a Dubka György által elnökölt értelmiségi közösség, ez a szervezet, intézményként ajánlotta fel segítségét elsősorban az anyaggyűjtésben, és a legfontosabb, az egyik legfontosabb dologban a kiadási költségek előteremtésének vonatkozásában. Neki köszönhetjük a folyóirat létét, máig, hogy mindig valahogy kicsinálta azt, hogy ha másképp nem, de akkor hónapokig, vagy két-három szám is kölcsönből jelent meg, de akkor is szóval megjelent minden kitűzött időpontban az együtt. Sőt, még azt is mondanám, hogy én magam részéről eszembe se jutott, Laci, ebben tévedsz, hogy az együtt legyen a folyóirat neve, én címben nem gondolkoztam, hanem Dubkától hallottam, hogy ő ajánlotta azt, hogy legyen az együtt. Az már más kérdés, hogy ti ketten ezt egyeztetétek, ezt nem tudom. Hát persze, természetesen azt mondtam, hogy hát ámen, ez így tökéletes lesz. Na most a Mókás kedvű pályatársaim odahaza, a kezdeményezés bosszújaként, megbosszulásaként szerintem, a lapalapítás kezdeményezésének büntetéseként engem tettek meg főszerkesztővé. Amire álmomban sem mertem volna gondolni, hiszen hiába voltam én a hatodiknál olvasó szerkesztő, az nem egy főszerkesztői munkakör, stb. De hezitálni, akadékoskodni nem is nagyon volt idő, mert abban mindannyian egyetértettünk, hogy az eleve negyedévenkénti megjelenése tervezett folyóirat első száma minél hamarabb megjelenjen. Tehát vállaltam. És lőn, ez is lőn, sikerült. Nem egész, hát alig több, mint három hónappal a kezdeményezés, lapalapítás kinyilvánítása után, ami februárban volt, május végére megjelent az újra alapított együtt első száma, amely eljutott a könyvhétre, és a Magyar Napló által szervezett irodalmi hajókiránduláson Oláh János be is mutatta. Ez volt az első számunk, egy ilyen kis 56 oldalas kis brosúrácska, de nagyon boldogok voltunk, amikor megláttuk, hogy kijött a nyomdából. És attól kezdve rendszeresen megjelenik. Hogy mit is akartunk mi konkrétan elérni, mondjuk az én megfogalmazásomban a folyóirattal? Hát az alapító okiratunk egyik pontja egyértelműen leszögezte, hogy ez a folyóirat, ennek a folyóiratnak az a célja, hogy a Kárpátalján élő és alkotó írók, költők az onnan elszármazott, de a szülőföldhöz erősen kötődő szép és szakírók, no meg a társművészetek értékeit hozzáférhetővé tegye a
Kárpátalján éli magyarság számára. Bevallottan az ott is megrodjanni látszó egészséges nemzettudat erősítése szándékával. Ehhez mindvégig tartottuk magunkat az általam gondozott 7 évfolyam alatt, és szerintem úgy látom, hogy most sincs ez másképp. Ezen túlmenőben természetesen fontosnak tartottuk nyitottságot, sőt érdeklődést tanúsítani egyrészt az anyaországban, másrészt a környező országok magyar kisebbségei, illetve a velünk együtt, Kárpátalján velünk együtt élő népek, nemzetiségek kultúrájára iránti nyitottságot. Tehát, hogy érdeklődtünk iránt is az ő értékeikből alkalmanként egy-egy válogatást közöltünk. Fontosnak tartottuk azt is, hogy az új, még lappangó tehetségeket felfedezzük, és az új vetés felfedezzük, ugye bátorítjuk és útnak indítsuk. Erre szolgált az akkor még új vetés címet viselő rovatunk, amelyben a 7 évfolyam alatt 20-nál több fiatal tehetséget költött írót mutattunk be, ami az ottani magyarság lélekszámához viszonyítva én szerintem elég nagy számnak tűnik, még akkor is, ha tudjuk, hogy többen közülük az idők folyamán lemorzolódtak. Akik maradtak, írnak továbbra is, akik ezek szerint hivatásuknak tekintik a irodalom művelését, azok közül már jó néhány egy vagy több kötetes szerző lett, többek közt, akik most hirtelen eszebe jutnak, Lengyel János, Bakos Kis Károly, Lőrész Végi Gabriela, de vannak még többen is. És akkor hadd mondjak még egy nevet, aki most a legújabb, leendő első kötetes szerzőnk, Hályas Csilla, akinek az Ungvári Intermisz kiadónál a fele komoly címmel az év végéig megjelenik az első kötete. Törekedtünk tovább arra is, hogy a folyóirat egyre érzékelhetőbb szellemi kisugárzása, ezre támaszkodva, azt kihasználva, élénkítsük a kárpátaljai kulturális, ezen belül különösen az irodalmi életet. Ezért természetesen rendszeresíteni kellett a találkozókat olvasóinkkal különböző helyszíneken. Meg kell mondanom azt is, hogy a folyóiratú nivóját emelték, és a munkánkat, a szerkesztői munkáját megkönnyítette az a tény, hogy olyan neves, méltán elismert írók, irodalomtörténészek, költők, mint például Berta Zoltán, Gál Sándor, Jókai Anna, Sarusi Mihály, Serfőző Simon, Oláh János, és ne, hát most hadd ne mondjam, de azt hiszem, Kati Tőled is közöltünk valamikor, tehát sokan közöltek nálunk a főiratunkban boldogan írásokat, és természetesen ezzel csak mi nyerhettünk. Egyébként itt jegyzem meg, hogy egy alkalommal valamilyen bürokratikus elvárásnak kényszerűen megfelelve népszámlálást tartottam a szerzőink között a 7 évfolyam lapszámaid alapján, és kiderült, hogy több mint 130 szerzőt tudhatunk a magunk a szerzőinknek. Na most, amíg azt el kell mondanom mindenképpen, hogy a folyóirat 300-as példányszámmal indult, de azt még az alapítás évében 500-ra kellett felemelnünk. Így el tudtunk jutatni egy-egy példányt a megjelenő lapszámokból minden ottani magyar oktatási intézménybe, kezdve az általános iskoláktól a középiskolán át a Beregszászi Főiskoláig és az Ungvári Egyetem magyar szakáig. Ez persze megnövelte a kiadási költsége, a lapfenntartási költségeket, hiszen postázni kellett. Emlékszem rá a feleségemmel, mennyi borítékot nyalogattunk, akkor ragaszkodtunk lefelé. Mindegy, de boldogok voltunk, hogy kiüttek. És kaptam visszajelzést is, például Gálosról, az egyik tanítónőtől, hogy nagyon boldogok, hogy megkapták a példányt. Na most a kiadási költségekről majd Gyuri fog beszélni, én csak annyit szeretnék mondani, hogy kezdettől fogva csak is anyaországi
pályázatokon megítélt támogatásokból tudjuk fenntartani a lapot. Ma is, mivel hogy az ukrán állam sem korábban, most meg különösen egyetlen egy petákot sem hajlandó áldozni az ilyesmire, vagy a kisebbségek kultúrájának a támogatására. És akkor most engedjék meg, hogy kicsit konkrétabban is bemutassam ezt a folyóiratot. ...2009-ben én vettem át a szerkesztőbizottság vezetését, és azóta hát én szerkesztem a lapot. Nagy Zoltán úgy döntött akkor önként, hogy nyugdíjba vonul, alkotni fog, és hát ennek meg is vannak a gyümölcsei. A szerkesztési elven nem változtattunk 2009 után sem, laposabban. Az általa is említett új vetés rovatot szárnyrovatnak neveztük el, és egy újabb rovatot indítottunk az új olvasószerkesztő által, aki Csordás László, fiatal irodalomtörténész, és ennek a rovatnak Átnéző a címe. Ennek az ő általa létrehozott rovatnak az a célja, hogy más tájegységek, más országrészek poétáit is megszólaltassuk, olykor a lapban beutassuk a magyar olvasónak. Ő választ egy-egy verset, szerepelt már Olá János ebben a rovatban, és ír elé egy féloldalas, magyarázó szöveget, ami nem is annyira a verset magyarázza, hanem magát a szerzőt mutatja be, és hát a kárpátaljaitól nem minden esetben, de általában eltérő alkotói módszerekről, alkotói stílusokról beszél. A Zoltán által is említett fiatalok nagy szerepet játszanak az együtt szerkesztésében, hisz rájuk fokozott figyelmet fordítunk mindig is, és hát mondjuk el, hogy olyan tehetségek jelentkeztek, mint Bakos Kis Károly, aki azóta az egyetem, tehát a magyar irodalom jelesebb fórumaiban, a Magyar Naplóban, a Kortársban, a Hitelben is publikált, Móri Zsigmond ösztöndíjat nyert 2 évvel ezelőtt, és hát reméljük, hogy nem fog elkallódni ő sem a kárpátaljai magyar irodalomból, újból olvashatjuk a szép verseit. Aztán ott van Lőrinc P. Gabriella, aki szintén az első rajban jelentkezett fiatal költő, azóta 2 kötete jelent meg, most a 3. készül. Az előbb említett Hályas Csilla prózaírónk szintén jeles tehetség, és vannak még többen, Pógyor Adrián, nemrég jelentkezett a Debreceni Egyetem egyik bölcsész hallgatója, Kopriva Nikolett, aki munkácsi, nem csak származású, hanem munkácsi lakos továbbra is. Neves festőművészünknek, Kopriva Attilának a lánya, és nagyon érdekes verseket ír, viszont prózával is kísérletezik. Hát helyt adunk mindazoknak a fiataloknak, akik írni szeretnének és meg szeretnék mutatni magukat, mert tudjuk azt a saját példánkon, hogy az indulás mindig a legnehezebb. Helyt kapnak a labban azok a fiatal kutatók is, azok a doktorandusz hallgatók, akik Kárpátalja történetével, helytörténetével és kultúrtörténetével foglalkoznak. Számukra fontos kérdés az, hogy olykor publikáljanak a lapokban, és az együttben megjelent publikációkat a főiskolák, egyetemek többnyire el is fogadják tőlük. Van a lapnak egy állandó rovata, amelyet Dubka György szerkeszt, és ez nem más, mint a Kárpátaljai Kultúrkrónika, amelyet ő állít össze, a kárpátaljai kulturális eseményeket időrendbe szedi, és közli körülbelül 5-6 oldalon a megjelenések, a két megjelenés között eltelt időszaknak a kultúrkrónikáját. És azt még nem említettük, hogy ez együtt 2 havonta jelenik meg. Aztán van a... Itt van előttem a lapnak a hátsó borítója, amely egy-egy klasszikus, vagy kortárs, jelesebb kortárs magyar költőnek a versét
mutatja be az olvasónak. A szám, amelyet kezemben tartok, ez évi negyedik számunk, és éppen Kis Benedek Számolok Vissza című rövid, de igen magvas és szép versét közli. Az előző számunk, a harmadik szám, Mezei Katalin Ballada a múlt idők szerelmeseiről című versét. Versével ismerteti meg a kárpátai magyar olvasót, és ennek a sorozatnak az a címe, hogy a magyar költészet gyöngyszemeiből. Említettük azt is, hogy Zoltán említette, hogy a velünk együtt élő népek folklóriából, irodalmából is közlünk fordításos anyagokat, hosszú éveken keresztül pedig például a kárpátaljai ruszin népballadák típusait mutattuk be, és adtuk át az együtt oldalain az olvasónak. Hát nagyjából ennyit a folyóiratról. Azt azonban szeretném még hozzátenni összegezésképpen, hogy az együtt nem csak a kárpátaljai magyar kultúrát igyekszik bemutatni, felmutatni és népszerűsíteni, hanem ezzel együtt az egységes magyar kultúrának, az egységes magyar irodalomnak és művészetnek is egy színvonalas fóruma kíván lenni. A borítókon, az első borítón általában egy kárpátaljai művésznek a grafikáját közöljük, vagy festményét. Ez itt éppenséggel Réti Jánosnak a grafikája. Ez itt Erfán Ferenc festőművészünknek, jeles festőművészünknek az egyik portré, a Hucul női portré, és mindegyik lapszám, mondom, valamelyik jeles kárpátaljai festőnek vagy grafikusnak a műveivel igyekszik megismertetni az olvasót. Kedves barátaim, jóformán Nagy Zoltán Mihály és Mári Fábián László alapvetően bemutatta a folyóiratot. Én csak annyit fűzök hozzá, hogy ugye 2002-ben indult, és a mai napig is él ez a folyóirat. Ilyen hosszú folyóirat Kárpátalján még nem volt. Miben rejlik a sikere? Hát amikor úgy döntöttünk, hogy elindítjuk ezt a folyóiratot, először is feltérképeztük azt, hogy miért szűnt meg a Pánship, miért szűnt meg a hatodik ship, és egyéb más folyóirat. Az egyik az, hogy nem lehet magánemberként folyóiratot hosszú távon működtetni, mert előbb-utóbb, hogy mondják, önmagát éli föl, vagy pusztítja el. Hiteltelenné válik. Másik dolog, az sem lehet, hogy Budapestről irányítunk, pénzelünk egy folyóiratot, miközben a szerkesztőség meg lent van. Ez meg konfliktus helyzetet idézett elő, anyagi és egyéb vonatkozásban. Harmadik, államilag eleve nem lehetett folyóiratot állami támogatásra indítani, mert amikor kilincseltem, hogy állami támogatás legyen, azt mondják, ők minden engedélyt megadnak, ennyi az ő támogatásuk, mármint az ukrán állam részéről. Vagyis nem gyakorolnak cenzúrát, írjunk azt, amit akarunk. Hát azóta is így működik, hogy engedik, tehát nem cenzúrázzák, és hát jóformán ránk van bízva, hogy mi jelenik meg. Eddig még semmilyen negatív támadás ilyen tekintetben nem ért minket. Még egy megjegyzés az induláshoz. Azért említsük meg, hogy itt ül közöttünk Pomogács Béla, irodalomtörténész, aki szintén ott bábáskodott a folyóirat indításánál, hiszen ő volt az, akitől tanácsot kértem én, jó magam is, és segített minket erkölcsileg, hiszen ahhoz, hogy Magyarországon pályázzunk, kell egy lebonyolító, és az anyanyelvi konferencia akkori elnökeként mellénk állt, és azt lehet mondani, hogy a mai napig tulajdonképpen az anyanyelvi konferencia ezt a szerepet ellátja, hogy odaállt az Együtt című folyóirat mellé, és így tudunk előképpen pályázatot szakszerűen lebonyolítani. De itt van közöttünk Füzesi Magda is, aki szintén MMA tag,
bábáskodott és biztatott minket jó szóval, írásaival. Vagy Tóth István is az első számban nézem, ő is adott írást is. Tehát vannak mi itt jó páran. A másik dolog az, hogy a folyóiratot csak csapatmunkával lehet csinálni. Tehát én úgy érzem, hogy egy jó csapatot hoztunk össze, és elosztottuk a feladatot egymás közt. Én hajlamos vagyok az olyan menedzseri szervezési dolgokra. Vállaltam az anyagi hátteret, tehát a kiadás megszervezését, amit a mai napig is végzek. A fiúk pedig a tartalmi szerkesztést, kapcsolattartást, stb. Tehát csak így lehet ilyen munka megosztása is, még nem beszéltünk a fiatalokról, akik szintúgy felvállaltak egy-egy területet. És most már a tehetségkutatási pályázatainknak köszönhetően el is indult egy új raj, nevezzük őket, Laci nem említette, Kovács Vilmos Irodalmi Társaság, amely tulajdonképpen az utóbbi 10 évben létrejött fiatalokat, hogy mondjam, fogja össze. Az említett Csordás László doktorandusz, aki egyben a Debreceni Egyetem Irodalom, tehát irodalmárként képezi magát tovább, úgyhogy jó szakembergárdon jön elő. Másik dolog pedig az, hogy a folyóiratot nem csak az iskolába terjesztjük, hanem rájöttünk arra, hogy profit oldalra tereljük a folyóiratot, akkor előbb-utóbb kivégezzük. Ezért alapítványi szintre tereltük. Az azt jelenti, hogy hát úgymond fogadalmat tettünk, hogy nem árusítjuk a folyóiratot, hanem eljuttatjuk a közintézményekbe, tehát nem ismétlem, tehát a tanintézményekbe, de a legszigorúbban a magyar lakta települések könyvtáraiba, egyházi és egyéb főiskolai, egyetemi szintre. Másik dolog pedig, ugye felvettük a Széchenyi könyvtárral a kapcsolatot, és szerződést kötöttünk, tehát úgy a könyveink, mint a folyóiratunk, ahogy lekerül a nyomdába, azonnyomba feltöltjük az internetre, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Tehát ezzel ugye a régi postázási gondoktól szabadítottuk meg Zolit, tehát én feleségem se vállalta volna azt, hogy tovább postázza. Ennyi vállalta? Vállalta, az egy hős korszak volt. Igen. Tehát az internet folytán pedig kezdve Ausztráliától Melbourne-ig, vagy akár onnan is jönnek visszajelzések, mindenhol megkapják, olvassák, tehát az internetnek ezt a kihívását mi ugye a magunk oldalára fordítottuk pozitívan. A másik dolog pedig, hogy a folyóiratot állandóan bemutatjuk, mellette kinőtte magát a Kárpátai Együtti Írótábor, amit minden évben megrendezünk, és úgynevezett irodalmi karaván szintjén nem csak a lapot, hanem a szerzőket is beindítjuk Ungvártól kezdve Felső-Tiszavidékig. Tehát úgy érezzük, hogy nekünk ott kell lennünk az emberek körében. Ott kell lennünk a tanintézetekben, egyszerű falusi könyvtárakban, vagy városi könyvtárban, mert igénylik azt, hogy elmondjuk a gondolatainkat, illetve meghallgassuk mindazt, amit ott hallunk. Végezetül annyit szerettem volna még mondani, hogy folyóirat, amit említette Mári Fábián László is, hogy nagy részét kiteszi a fiatal kutatóknak a bemutatása, hiszen a Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Kara és a Beregszázi II. Rákóczi Főiskola doktorandusszai szintén felkaroltuk, és a bölcsészeknek nagyszerű fórumot biztosítottunk, szinte minden lapszámban 4-5 tanulmány megjelenik. Ugye itt beszélt mindenki arról, hogy versírás mellett mivel foglalkozik, Vári Fábián mondta a folklórkutatással, ugye Nagy Zoltán Mihály a próza mellett a versírása, vagy fordítva. Most már kosárfonással, igen, ez is jó dolog. És jó magam pedig úgynevezett helytörténeti kutatás területére mentem. Tehát én magam is kísérleteztem versírással, szociográfiával, eszével, de
ugye az én generációm teljes mértékben érintett abban, hogy a kommunizmus, a kommunista diktatúra mit művelt a kárpátai magyarsággal, és ezt nem lehetett szó nélkül hagyni, és tehát jóformán egy ilyen dac szövetség alakult ki a mi generációnkban. Látjuk ugye Zoltán a Sátánfattya című munkájában szépen feldolgozta a Málenki robotot, az elhurcolást. Laci a verseiben, olyan részlet is hangzott el. És hát ugye az ő apja is megjárta a lágert, Zoltánnak a szintén az apja. Én apám is Dombászon volt, ugye Magdinak is a édesapja, és még sorolhatnánk itt mindenki, aki érintett volt. És egyszer egy intézménytől felkérést kértek, hogy milyen jellegű anyagok jelentek meg Kárpátalján, milyen tanulmányok, és akkor megdöbbenve vettem észre, hogy jóformán tudományos szinten senki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, habár sok mindent megtettünk, ugye felgyűjtöttük portabejárással az áldozatokat, megjelentettünk egy csomó, tehát könyvalakban visszaemlékezés, naplót, lágernaplót, különböző, hogy mondjam, települési beszámolókat, de emlékműveket állítottuk. Ugye 25 év legnagyobb büszkeségünk az, hogy Szolyván felépítettük a Szolyai Emlékparkot, ahol az emlékfalon 7000 egy néhány száz embernek a nevét véstük fel, akik nem tértek haza a lágerből. Tehát óriási munkát végeztünk, és ebben részt vettek a költők, írók, irodalmárok, közéleti személyiségek, tehát mindenki, aki úgy érezte. És akkor, hogy mondjam, a Pázmány Péter Egyetemen volt egy ilyen konferencia, és ott kiderült, hogy ott se foglalkoznak vele, és máshol se nagyon tudományos szinten. És hát így vettem a lapot kellő támogatással, és majd örülök annak, hogy ma volt a doktoravatás, és ezt a témát sikerült bevinnem a tudományos köztudatba, hiszen egy olyan területet dolgoztam föl, a moszkvai levéltárban rejlő iratokat, amelyekhez igen nehezen tudtunk hozzáférni kalandos úton. Kettő terepbejárást tettünk, jól magam 11000 kilométert tettem meg Szibériában, az Urál két oldalán bejártam az ottani lágertemetőket, lágereket. Voltam Dombászon, ahol most háború van, ott is bejártam a lágertemetőket. Csak Donyec megyében 25000 magyar van eltemetve, akiket oda elvittek Málenki robotra. Tehát óriási, azt lehet mondani, hogy még számos generációnak lesz munkája feldolgozni mindazt, amit a kommunizmus tulajdonképpen elkövetett a kárpátai magyarság ellen, más nemzetek ellen is, de én egyenlőség jelet teszek a minden munkámba a fasizmus és a kommunizmus diktatúra közé. Hiába próbáltak egyesek, hogy mondjam, megróni ezért, de azt mondtam, hogy mind a kettő emberellenes, és jóformán, hogy mondjam, ezeknek az áldozatait mi, még a mi generációnk érzi is, és én fel is dolgoztam. Én csak egy példát mondjak arra, hogy a budapesti zsidó barátaim, akik nem akartak hinni ennek, egyszerűen a moszkvai levéltárból kiszedtem azokat az anyagokat, hogy mit műveltek a kommunisták a magyar zsidókkal, akik szegények 38-tól 41-ig átszöktek, 1-től 1-ig 3-tól 15 évig ítélték el, és a legtávoli, legzordabb szibéri lágerbe vitték, hogy folyamatosan halljanak meg. Vagy mondok még egy momentumot, amikor 44-ben nem csak a magyarokat vitték el a Málenki robotra, hanem a munkatáborból hazatért zsidókat, akik magyarulnak vallották magukat. A gazdag zsidóknak, akiknek szép kertes háza volt, azokat, hogy néztem a kihallgatási jegyzőkönyvet, az volt, aha, te ha túlélted, akkor német ügynök vagy. Neked meg kellett volna halni. Tehát 25 évre ítélték, mint szovjetellenes cselekmény miatt, és soha az életben nem tértek haza. Éppen nemrég az egyik kárpátai Magyar Zsidó Szövetség csinált egy ilyen felmérés az én kérésemre. Hát még mindig a 85% az elkobzott házakban volt KGB-ja, volt NKVD, volt pártvezérek családjai laknak. Tehát így jutottak, hogy mondjam. Na de így a magyarsággal is hasonlóképpen bántak el, amit most egyébként az Együtt című folyóiratban sorozatosan közlök. Tehát
Összefoglalva, az, hogy sikerült nekünk jobban előre haladni, mint Magyarországon a Málinki robot kutatásban, ez annak is köszönhető, hogy volt egy erős hátszelünk, mégpedig ugye az ukránokat is rettenetesen megnyomorgatták, gondoljunk csak a Golodomorra. Egyesek szerint 7 millió, mások szerint 12 millió embert, sokkal többet tettek-e sztálinék ukránokat, mint Hitler zsidóként, ugye? Tehát még Európa nem szembesült azzal, hogy mit művelt a kommunista diktatúra a Szovjetunió területén az ott élő nemzetiségekkel. És hát nem beszéltünk a vulgamenti németek kitelepítéséről, a tatár, és a többi, és a többi. Most tehát ilyen értelemben mi beindítottuk ezt a folyamatot, és hát reméljük, hogy az utánunk következő nemzedéknek már könnyebb dolga lesz, hiszen körvonalazódva van a terület, a kutatási irányzat, és hát ha jó kezekbe kerül az együtt, akkor így tovább fog folyni. A mi dolgunk pedig az, hogy méltó kezekbe adjuk át, amit 2002-ben elindítottunk, amire most úgy vigyázunk, mint a szemünk fényére, hiszen ez az egyetlen olyan irodalmi fórum, amely egyben regionális is, és egyetemes is, hiszen mind a négy égtáj írói, költői, tudósai megszólalnak benne. 2014 karácsonyára jelentettem meg a lágerverseket, lágerimákat, amit a túlélőktől gyűjtöttem össze. Nagy részét fejben írták távoli lágerekbe, papír nem volt, hazajöttek, és úgy gyűjtöttük össze őket. És másik érdekesség, hogy ismert magyar népdalokra, nóták dallamára énekelték. Ahol tudtuk, ott fel is tüntettük. Ez a könyv is az internetre fel van töltve, mindenki elolvashatja. Most már nagyon közel van a mai bemutatkozó estünknek a vége, de engedjék meg, hogy az időközben megérkezett együttet, amelyet már felmutattunk, figyelmükbe ajánljuk. Az érdeklődők itt az asztalnál átvehetik. De az együtt mellett engedjék meg, hadd mutassam be a Naput című folyóirat 6. számát is, amely jelen számában a kárpátaljai magyar irodalmat igyekszik bemutatni, és sok más olyan újabb fotót, olyan felvételt, amely a mai Kárpátalja szépségeit és történelmi emlékeit örökíti meg. És végül engedjék meg, hogy én is olvashassak egy verset. A bemutatkozásunk kezdetén több szó esett arról az Esbenedek Andrásról, Béniről, aki az együtt című folyóirat első alapítója volt, és alapító főszerkesztőként tüntetjük fel most is a jelenleg megjelenő lapszámok impresszumában. A vers, amelyet felolvasok, az ő nevére szól, neki ajánlottam, és annak örülök, hogy még életében. A vers címe Ítélet után. A bolygók összecsapnak egyszer, testvértűz ég és föld között. Hiába sírdogál az ember, Isten halálnak öltözött. Eszünkbe jut az anyánk kínja, s embriókorunk álmai. Nagyanyánk Jézust Krisztust hívja, fogoly fiát kiváltani. Nem temet, és nem sírat senki, nem rendel dőre számvetést. Mely ügyész merné kézbe venni, és fel is mutatni azt a kést? A hold tér először magához, dagály dőzsöl a partokon, s holdkór vagy frász az, amit ránk hoz, álmunkon, amint átoson. Delelt már nyakunkon a penge, s szívünk azóta kőkemény, de tengeranyánk méhébe rejtve, lüktetni kezd a költemény. És végezetül azt kívánunk magunknak és mindannyiunknak, hogy a folyóirat, amely a mai napon élőként lett bemutatva, éljen a jövőben is és virágozzék. Köszönöm szépen a figyelmüket!